A magyar kultúra napján ezer éves örökségünkből meríthettünk. Ez számunkra tartást ad, gazdálkodni lehet vele, valamint segíthet a mai gondolatok megértésében. Dombováron Kőboldizsár kiállítását tekintették meg a látogatók. Én meg, amit most idehoztam, munkákat, azok egyrészt egy zodiákus sorozat, ami itt a falon látható ilyen vörös fenyőből készült fakeretben, illetve hát van itt egy csomó munkám, amik mindenféle kiállítások kapcsán készültek el. Ugye az én munkám, én grafikusként végeztem a Képzőművészeti Egyetemen, de utána én elkezdtem egy ilyen új dolgot csinálni, hogy igazából mesetereket kezdtem el építeni. A kiállítást követően a Hold a Nap zenekar adott koncertet. Az együttes énekese Gulyás Anna nyilatkozott. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk így a férjem Kőboldizsár kiállítás megnyitóján, és utána egy koncertet is adhatunk, és számunkra ez egy nagyon szép együttállás, hogy a Magyar Kultúra Napján a Hold a Nap zenekarral itt Dombováron egy olyan térben muzsikálhatunk, ahol körbeölelnek azok a kedves tárgyak, ahol próbálni is szoktunk a zenekarral az otthonunkban. Az eseményen szép számmal részt vettek minden korosztályból.